Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Kedves gyerekek, szeretettel köszöntelek benneteket. Ismét találkozunk, és ez az alkalom egy jó alkalom arra, hogy Istenről, a Bibliáról, lelki dolgokról beszélgessünk. Remélem, hogy érdekelni fog benneteket. Most egy nagyon-nagyon messzi időbe megyek vissza, a világteremtés idejére, vagyis a világteremtés történetét szeretném veletek megismertetni a Bibliából. A Biblia leírja azt, hogy Isten 6 nap alatt teremtette a világot, a 7. napon pedig megpihent. 6 nap alatt teremtette ezt az egész világ mindenséget, amiben élünk. Tehát az első nap mit tett Isten? Az első nap megteremtette az eget és a földet. Ugye, milyen csodálatos az Úrnak ez a hatalmas munkája, hogy úgy előhívta a láthatatlanból, előszólította az eget és a földet. És hogy milyen volt a föld? Nem is tudom, hogy el tudjuk ezt képzelni. Amikor még csak a föld volt. A Biblia azt írja, hogy ez kietlen volt, és pusztaság volt. Ez jellemezte ezt a földet. Még ekkor nem voltak fák, nem voltak állatok, nem volt ember. Csak maga a föld, az ég és a föld. Tehát ez is kietlen és pusztaság volt, és azon kívül még azt írja a Biblia, hogy sötétség borította el az egész földet, ezt a pusztaságot, ezt a kietlenséget, és ugyanakkor Isten lelke lebegett a vizek fölött. Ez egy csodálatos kifejezés itt, hogy Isten lelke lebegett a vizek fölött, vagyis az Úr hatalmasan jelen volt, és az ő szeretetével, lelkével körülvette ezt az egész teremtett világot. Tehát ez volt az első napon. Isten szólt, legyen világosság, és ekkor világosság lett. Ez Isten világossága volt, mert Isten világosság, és belőle áradt ki a világosság, majd az a világosság, amiről később beszélünk, majd az akkor lesz, amikor lesz nap, meg hold. Elválasztotta Isten a világosságot a sötétségtől, és így lett este és reggel. Tehát ez volt az első nap. Isten hatalmas teremtő munkájából a világ létrejött, az anyag Isten által létrejött. Na és aztán, hogy folytatódik a dolog? Hát nyilván, hogy nem marad ilyennek a világ, sötétnek, kopárnak, élettelennek. Isten folytatta a teremtését. És akkor azt mondta, hogy legyen kék ég a föld fölött, és hogy az égen aztán megjelentek a szép felhők, a szép fehér felhők, az ezüstös színű felhők, és úszkáltak
a csodálatos fehér felhő, Isten ezt az égboltozatot, ahol hát a felhők is voltak, égnek nevezte Isten ezt a kék égboltozatot. Isten teremtette az eget és a földet. Milyen csodálatos ez, hogy ő neki ilyen különleges ereje volt, különleges ereje van még a mai napig is, hogy ő ilyen csodálatos, mérhetetlenül nagy világot teremtett. Aztán mi történik tovább? Következik a harmadik nap. Isten egy nagy darab földet szárazzá tett, mert mindent a víz borított el. Szárazzá tette a földet, ami a vízből kiállt. A száraz föld, ami a vízből kiállt. A nagy víz, ami hullámzott és tajtékozott, hogy az volt a tenger. Tehát szárazföld és tenger. Külön választotta Isten a földet és a tengert. És aztán mi történik, amikor már van víz is, amikor már nem borítja el a víz a földet, akkor mi történik? Isten ekkor tovább megajándékozta ezt a világot. Növényeket adott, fákat, és aztán a fák elkezdtek virágozni, gyönyörű, színes virágaik lettek, és a földet elborították, a növények, a fű, meg mindenféle növény van, mindenféle virág van. Ma is csodáljuk, ugye, hogy milyen különleges virágok vannak, és némelyik virág nagyon tetszik nekünk, közel áll a szívünkhöz, szeretjük a színe miatt, meg a formája miatt. Hát Isten egy ilyen csodálatos virágot teremtett, fákat is, amin aztán majd lassan érnek a gyümölcsök is, és ó, milyen csodálatos ez a világ. Aztán jön a negyedik nap. Isten teremtette a nagy égi testeket, és még szebb lett a világ, mint volt. Képzeljétek el a napot. Isten teremtette a holdat, Isten teremtette. Akkor tudjátok, hogy ha fölnézünk az égre, ott vannak különböző égi testek, csillagok, ragyognak, némelyik máshonnan kapja a fényét, mint hogy a hold is a naptól világosodik meg, és hogy olyan sok csillag van, olyan sok égi test van, hogy nem is tudnánk megszámolni. Vannak ugye ilyen nevezetű csillagok is, hogy fiastyúk, a nagy medve, meg est hajnali csillag, meg többféle van, a Mars, a Jupiter, és így tovább, amit hát az ember valahogy megközelít, az ember már ugye legalábbis a holdra eljutott, további erőfeszítései vannak, hogy más égi testekre is eljusson. Csodálatos ez a világ, eddig még embert sehol nem találtak. A holdon nincs ember, a holdon nincsenek kutyák, a holdon nincsenek macskák, a holdon nincsenek krokodilok, a holdon nincsenek lovak. A hold egy kopár hely, ahol, amire ugye a nap sugarai rá sütnek,
és hogy visszatükrözi a hold azt a fényt, ami a napból árad rá. Tehát nagyon szép lett ez a világ, amikor nem csak föld és víz volt, hanem feltűntek a nagy égi testek. Nem is tudjuk meghatározni, hogy milyen nagyok és mennyi van ezekből az égi testekből. Aztán eltelt a negyedik nap is, és nagyon szép volt, amit Isten teremtett, az szép volt, és ő azt is mondta, hogy jó, amit teremtett, hogy az jó, nem hibás, nem rossz, nem olyan, ami hát bizonytalan, vagy hát ideig való csupán, hanem ő valami szépet teremtett. Aztán, mikor már megvolt a tenger is, a szárazföld is, az égi testek is megvoltak, akkor következett az ötödik nap. Hát ekkor mit teremtett Isten? A Biblia azt mondja, hogy halakat teremtett Isten. Ugye sokféle hal van, kis apró halak, nagy halak, óriás halak, cápák, bálnák, meg hát ti is tudnátok sorolni, hogy milyen féle halak vannak. Lehet, hogy ti szerettek horgászni is, és néha kimentek valamelyik tóhoz, vagy folyóhoz, és ott próbáltok horgászni, és úgy örültök, amikor a horogra akad, ugye, egy szép hal, nem tudom, hogy melyik fajtát szeretitek, vagy melyik tetszik nektek. Hát sokféle halat teremtett Isten. Van, amelyiknek bajusza van, van, amelyiknek még foga is van. És hogy állandóan a két szemük pislog, és hogy tátok a szájuk, és próbálnak úszni, irányítják magukat, a farkukkal is irányítják magukat, és úsznak, és gyorsak, és nagyon gyorsak, mélyre le tudnak menni a vízbe, följönnek, néha felugranak a vízből, és aztán újra visszabújnak, mert hát a víz az ő hazájuk. Aztán teremtett Isten madarakat. Hú, micsoda madarakat teremtett Isten. Nem tudom nektek, melyik madarat a kedvenceitek. Teremtette Isten a hollót, teremtette a verebet, a fecskét, a gólyát, meg hát nagyon sokféle madár van, kacsa, vadludak, amik repülnek az égen is, és beszélnek is, és követik a főnököt, aki elől megy, mindenki azután megy. Madarakat teremtett Isten, és vízi állatokat is. Hú, ilyen a víziló, ugye, ami hát nagyon jól érzi magát a vízben, és hát egyéb más nagy állatok, amiket Isten teremtett, és azok a vízben szeretnek élni. Ugye a krokodil is, hát néha-néha kiugrik a partra, de hát legszívesebben a vízben van, a fókák is, ugye, Isten teremtményei, tehát nagyon sokféle állat van. Majd gondoljátok tovább, és írjátok össze, hogy ti nektek milyen állatok, vízi állatok jutnak eszetekbe. És milyen szépek voltak ezek az állatok. Isten, amit teremtett, az szép volt. Aztán eljön a hatodik nap. Isten teremtett szárazföldi állatokat. Hát ilyen nagy darab állat, amit mi ismerünk, lehet, hogy régen, korábban még nagyobb állatok voltak. Hát ilyen,
mint az elefánt, ugye egy nagy, hatalmas talpával megy, és topog, de úgy láttam, hogy ez a nagy darab elefánt, ami, hát, ha oda tapos, akkor annak vége, hogy ez a nagy elefánt olyan kedvesen tudja ezt a nagy mancsát mozgatni, és a fiát, amit megszült, hogy azt olyan finoman tudja simogatni ebből a nagy mancsával, de hogyha valami a mancsa alá kerül, az összeroppan, mert olyan súlyos. A zsiráf, hát annak meg hosszú nyaka van, az meg a fák leveleit legelészi, és mindenféle állat van, kígyó, kutya, róka, macska, pulyka, liba, kakas, hát mit is tudnék még mondani, hogy Isten milyen állatokat teremtett, aztán Isten végül megteremtette a hatodik napon az embert. Porból formálta az embert, egy férfit teremtett. És amikor már megvolt a feje, a homloka, az óra, a szeme, a szája, a nyaka, a válla, a bordái, a lába, minden karja megvolt, akkor Isten belelehelte az emberbe a maga lelkét, ebbe a földből formált emberbe, belelehelte a lelkét, és életre kelt, megmozdult az ember, akit teremtett, és élt, és hogy Isten a maga képére, hasonlatosságára teremtette az embert. Csodálatos ez, és az ember tudott mozogni, aztán felkelt, és járt, és örült, és Isten dicsőítette, és Isten közelébe volt. Az első, akit Isten teremtett, a férfi volt. Majd aztán a Biblia leírja azt, hogy külön teremtette Isten a nőt is. Ezt a két lény teremtette, ezt a két lény nevezi embernek, a férfit és a nőt. És hogy a férfi és a nő szeretik egymást, a nő gyermeket szül, és anya lesz, a férfi pedig apa lesz. Hát így teremtette Isten a világot, és amikor bevégezte ezt a munkáját, következett a hetedik nap, és megnyugodott. Isten abba hagyta a munkáját, és Isten dicsőítette ez a csodálatos, teremtett világ.